Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sakmagazinban, mindenkinek sok sikerekben, mattadásban, sakkélményekben gazdag, boldog új évet kívánok. Végre újra mellettem üdvözölhetem Varga Pétert, a szaktanácsadunkat, a régió legjobb sakkozóját. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk sok-sok eseményről. 2018. decemberében perektek az események, mind az egyéni sakban, mind pedig a csapat csapatsakban. Megyénknek a legerősebb NB2-es csapata a Nyíregyházi Sportcentrum sorsdöntő mérkőzésre készült Miskolca a szemben, december elején Miskolca látogattunk. A mérkőzés azt volt hivatott eldönteni, hogy a bajnoki cím, az NB2 cím, nb baj, uh, bajnoki címének várományos a Miskolc, uh, meg tudja állítani a sportcentrumot, vagy a sportcentrum diadalmaskodik, és uh, Jelentős lépést tesz előre az MB2 megnyerése útján. Óriási küzdelem volt, igyekezett a, a Miskolc is, és a Sportcentrum is a legjobb összeállításban kiállni. A Miskolciak e, csapatáról tudni kell, hogy, mint Péter már sokszor elmondta, e, egy rendkívül erős sakcsapatról van szó, ami Miskolc fiataljait meríti meg, és mondhatni egy főállású sakmester, egy sakmester főállásban tanítja, okítja azokat a, a, Miskolci fiatalokat, akik az igen intenzív terhelés hatására országos bajnokok lettek, magyar válogatott a korosztályban természetesen, korosztályosak, tehát rendkívül veszélyes fiatal csapat a Miskolci. Az első táblát pedig nem kisebb személyiség erősítette, mint Vladimir Ohotnyik nagymester, nemzetközi nagymester, aki Franciaországból látogatott haza Magyarországra, Miskolcra, az első táblát tartani éppen veled szemben, Péter. Nos, a mérkőzés óriási küzdelmet hozott, és igen szép nyíregyházi sikerről számolhatok be, ugyanis a nyíregyházi sportcentrum 7-5-re le tudta győzni Miskolc csapatát, ami azt jelentette, hogy a nyíregyháziak felzárkóztak az MB2 tabelláján a második helyre, ahol átmenetileg még Hajdú vezet, de Böszörménynek játszania kell még több erős csapattal, és a nyíregyházi sportcentrumnak igen komoly esélye van arra, hogy megnyerje az MB2-t és egy szinttel magasabbra jusson. Egyéni sportákban is, egyéni sakkban is szép sikerekről számolhatok be. Karácsony és szilveszter között mindenki pihenni szokott, az emberek általában karácsony előtt szabadságra mennek, és január elejéig pihennek, pihennek és táplálkozni szoktak. A sakkozók azonban nem ilyen sokat pihenő személyiségek, hanem a karácsonyi falatok elfogyasztása mellett még gondoskodnak arról is, hogy agyuk ne lustuljon el. Szabolcs Szatmár Bereg megye szövetsége a két ünnep között szervezte meg a megyei egyéni bajnokságokat. Azért mondom, hogy bajnokságokat, mert van olyan, hogy megyei egyéni sakbajnokság, ez a rendes gondolkodási idejű partiról szól, van olyan, hogy rapid sakbajnokság, és van olyan, hogy villám sakbajnokság, tehát ez a gondolkodási idő csök kenését jelenti. A rapidsakban a partira 15 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre, a villámsakban pedig 3 perc lépésenként 2-2 másodperc bónusszal, tehát 2-2 másodperc hozzáadással. Ezek más műfajú sakkok, a gondolkodás idő rövidülésével fokozottabb összpontosítás és gyorsabb játék szükséges, minél kevesebb a gondolkodás idő, általában annál több a taktika, a kombináció a partikban, hiszen hiszen nincsen idő pontosan mindent kiszámolni. Emellett megyénk sakkozói máshová is ellátogattak. Megyénk két sakkozója, dr. Radics László és a Lengyel László, a Tiszavasvári csapatának sakkozói visszamentek Siófokra a Magisztern Hotel téli Balaton kupára, ahol tavaly is szép sikert értek el. Nos, Lengyel Laci, mindenkinek a Laci kája, Holt versenyben első, buholc értékelése második helyen végzett, és Radics doktor pedig a legjobb szenior, 60 év feletti sakkozó volt, tehát külön díjat nyertek mindketten, ahányan csak indultak a nyíregyházi illetve megyebeli sakkozók közül. Azért mondom, hogy nyíregyházi, mert mindketten Tiszavasváriban sakkozók, Lakoznak, de mindketten nyíregyházi lakosok. Ezen ö, eredmények mellett, visszatérve a megyei egyéni bajnokságra, én ö, úgy tudnám összefoglalni a megyei egyéni bajnokságokat, hogy a vargák mindent vittek. Mindent vittek, mert, ö, mert ö, két típusú bajnokságban, a Rapidsak és a Vilámsak bajnokságban, Péter nagymesteri teljesítményt nyújtva leiskolázta a mezőnyt, megnyerte Péter a rapidsak bajnokságot és a villámsak bajnokságot is, mindkettőben érmes lett, bronzérmes lett Péternek a 16 éves fia Varga Marcell, a Nyíregyházi Sportcentrum ifjó titánja és a megyei egyéni sok bajnokságban pedig a fiatalság harcolta tapasztalattal, a tudással, és most nem a tudás tapasztalat érvényesült, hanem a fiatalság. A, mint említettem, 16 éves ifjú Varga Marcell, a Krúdi Gyula gimnázium tanulója és a Nyíregyházi sportcentrum sakkozója igen magabiztosan nyerte a megyei egyéni bajnokságot. Ő lett első ízben 2018 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sakbajnoka. Egy igen komoly ellenlábasa lehetett volna a versenyen, a Nyíregyházi Egyetem sakkozója, a sok sikert kivívott, már sok sikert kivívott Pozsony István lehetett volna Marcelnek a, a, az ellenlábasa. A várt versenyfutás a bajnoki címért azonban elmaradt, mivel Pozsonyi a mindenkinek a pozsia, az első fordulóban váratlan vereséget szenvedett, és utána hát kedvét vesztette, nem tudott már a tőle elvárható elánnal, a tőle megszokott tudással sakkozni, és igen, lemaradt a versenyfutásban. Emellett még a tapasztalt is befutottak az érmes helyekre. A megyei egyéni bajnokságban második helyezett lett ezüstérmes lett dr. Poszerbovics Sándor, főorvos úr, a harmadik pedig Kovalcsik Zoltán Mihály lett, aki a vajának a sakkozója, bárnyire egyházi lakos Kovalcsik Zoli is. Péter, te mint főbíró, hogy láttad a megyei egyéni bajnokságokat, mint játékos, illetve a megyei egyéni bajnokságban csak mint versenybíró? Hát a legkomolyabb versennyel, ugye a hagyományos játék idejű versennyel kezdeném. Az értékelésem, én úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas jó versenyen vagyunk túl. Ugye Marga Marce veretlenül két döntetlent leadva, hat ponttal maga biztosan nyerte meg a bajnokságot. Azt mondom, hogy nem állt olyan egy-két partiban azért volt szerencséje is, tehát hogy úgy fogalmazzak, tehát ugye ahhoz, hogy valaki első legyen, ugye szerencse is kell hozzá, de ettől függetlenül nagyon jó partikat játszott, és, és én úgy gondolom, hogy megérdemelte. Ami nagyobb meglepetés, de, de teljesen megérdemelt ugye a Paszelbov is Sándor doktornak a, a második helyezése. Nagyon jól játszott, természetesen, ugye, mint szoktam mondani, Uh, nála is voltak szerencsés uh, partik, vagy egy-kettő, úgyhogy de ettől független, amikor kellett, ő is nyerni tudott, és uh, hozta öt és ponttal itt a megérdemelt második helyet. Sanyi, 60-hoz közelít, de igen fiatalos lendülettel sakkozik a tőle megszokott sajátos aktív dinamikus stílusban. Igen, 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 és ezt itt tudta alkalmazni is. Hát a harmadik helyzet ugye Kovacsik Zoltán ellen volt egy olyan parti, ami, ahol megfordult, és ő nyert. Tehát ott a Kovácsik Zoltán ugye egy nyert állást elvesztett, ugye itt dölt el a második és harmadik hely sorsa. Én úgy gondolom, hogy ezen a, ezen a, hosszú hétvégén nagyon jó sakpartikat játszottak a, a ezek, tehát ezek, a, tehát sakkozók, és, és, hát a hagyományos játékidejű versenyt egy picit így ezzel le is zárnám. Ugye játszott két fiatal lány, aki, akik szintén nagyon jól játszottak a nagy Bettinát, mindenki meg kell említeni, mert közel száz élőpontot nyert. A nagyon stabilan játszott. Az élőjehez Nagy több, több látszik rajta. meglepetés győzelmet aratott, úgyhogy ő a Nyíregyházi Egyetemnek a játékosa, és ő neki nagyon-nagyon jól ment ezen a versenyen. A Rapid és Villámon, ugye Rapidon voltak a legtöbben, ott 32 en indultak, azon a bajnokságon. A nagy létszám mellett ugye nagyon parázs csata folyt itt az érmes helyezésekért. Azt végül is, ugye maga biztosan sikerült megnyernem azt a versenyt, de a többiek is, ugye természetesen mindent megtettek ennek érdekében, hogy ott letaszítsanak, vagy ugye itt az első helynek az eléréséről, de de ettől függetlenül, tehát jól játszottak a játékosok, ugye ott is voltak, hogy is mondjam, időbeli, ugye amikor a, rövidül az idő, ugye rapidban, ott a végén nagyon-nagyon felgyorsulnak az események, és ott egy-egy elnézés egy jó felépített partinak a velevesztését is eredményezheti, úgyhogy végül is ott is, én úgy gondolom, hogy reális eredmény született, úgyhogy mindenképp, mindenképp, nagyon-nagyon jó verseny volt a Rapid is. A villám az pedig ugye 31-én, december 31-én volt, ahol, ahol a legbátrabb sakkozók indultak el, itt ó év utolsó napján, és 2018 ugye utolsó napján, és ott is ugye, ott a három perc, két másodperces bónuszidővel az, az meg ugye bármilyen, bármilyen eredmény hozhatott volna. Ott kifejezetten eh, jó partik voltak, úgyhogy eh, egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eh, négy eh, napon vagyunk túl, vagy öt napon voltunk túl, eh, és, és sikeres jó versenyt láthattunk. És milyen partikat mutatsz be nekünk most? Hát én az mb 2 fordulónak a partijairól. Ez szóval az ötödik forduló partijaiból választottam. Nyíregyházi Egyetemnek volt két játékos, akik nagyon-nagyon jól játszottak. Ugye újhelyi András és Pozsonyi, az említett Pozsonyi István is nagyon szépen verték meg ellenfelüket, taktikusan Pozsonyi gyakorlatilag esélyt nem adva ellenfelének, és az új meg pedig szépen azt mondom, hogy pozíciósan teljesen szétverte az ellenfelét, akinek esélyt nem adott. Tehát ezt a két partit szeretném bemutatni. Tehát világosan új helyi András volt, sötéttel volt száros Péter, világosan c 4 gyel kezdett a híregyházi játékos, C5-tel folytatta a sötét, G3-mal ugye szájra fejleszti a világos futót, a világos mezőn mozgó futóját. A András Huszár F6-tal folytatta. Sötét Huszár C3-mal fejlődött. A világos G6 következett, a futó G2, a futó G7, Huszár F3, elsáncolt, a világos, a sötét is egyben, és most következett D6. Én úgy gondolom, hogy igazából a D5 az egy aktívabb lépés, de D6-tal is természetesen lehet játszani, és most így világos, ugye ő szerzi meg a centrumot, és d 4 gyel ő lépett aktívabbat egy picit, ugye d 4 gyel folytatta világos, amire e, 20 huszára a hat következett. Egy furcsa lépés, itt inkább c 5 d 4 20 5 d 4 a főváltozat, és ott 20 c 6 vagy vezér A5, vezér H5-tel szoktak jönni. Ez a 20 a inkább egy ilyen mellékváltozat. Lehet játszani, én ebben nem annyira hiszek. Nem lehet, hogy a hajdúszoboszlóiak első táblása arra gondolt, hogy a huszát C7-re viszi, futó D7, majd A6 b 5 tel a vezérszárnyon kezdeményez, hiszen nyitva van az A1 H8 átló, tehát a sötét futójának az erejét felhasználva vezérszárnyi kezdeményezés. Igen, az általában akkor szokott jó lenni, hogyha D5-tel betolnak és lezárjon. De itt lezárják a centrumot, itt még ugye ez azért nem annyira jó termelít, viszonylag nyitott a centrum, tehát bármikor fehér, ugye ki tudja nyitni az állást, és akkor onnantól kezdve, hogy nem nagyon tud úgy jönni ezzel a tervvel. Ez akkor jó, hogyha D5-öt lépnek, és Huszár C7 A6, bár semmi, az B5-tel ott jó. De, de András nem tol D5-öt. Nem tol D5-öt, úgyhogy e, ugye D5 nélkül, ugye bármikor D5-i C5-tel meg lehet nyitni a a centrumot, meg az állást, úgyhogy ezért e, ugye itt nyitva tartotta világos ezt a lehetőséget. A3-at lépte, ez egy picit úgymond várakozó lépés. Azt mondom, hogy tehát ennél biztos, hogy vannak jobb lépések, vagyis azt mondom, hogy has, hasznosabb lépések, és a futóval fejlődünk, vagy E4-et lépünk, de ez egy, ez egy, olyan várakozó lépés, ami ugye egy picit a húszára a hat ellen szól ugye B4, de amúgy sem nagyon tudnék bemenni, mert ugyanúgy a hárommal vissza tudom zavarni. Egész egyszerűen még az is lehet, hogy egy Bása B1, 4 gyel tehát a vezérszányon akar fehér megindulni. Lapos kúszás, tehát nyitva hagyja a, a lehetőséget, nem árult el András túl sok mindent a lépéssel a terveiről? Na, so, sokszor igen, ilyen várakozó lépésekkel egy picit, e, ugye megvárjuk, hogy az ellenfél mit szeretne lépni. Ez a 20 D7 valószínűleg nem a legjobb lépés, Huszár D7 helyett én valószínűleg leütöttem volna D4-re, és Huszár C5-öt léptem volna, Huszár E6 tervel, tehát az mindenképp jobb lépés lett volna. Erre következett E3, amire Huszár B6 jött, ez se az igazi, tehát igazából ugye a huszárokat átraktuk oda, de b 3 ugye megtámadta a C4 gyalogot, és B3-mal világos megvédte. A C4 gyalogot és D5-tel ugye megnyitotta a szerkezetet, amire C üti D5 következett, huszárüti D5, jött és utó B2-vel ugye a fejlődésnek a az utolsó szakaszát is lezárt a világos. Sötét ugye leütött C3-ra, amire futóüti C3 következett, most a logikus az lett volna, hogyha futóval kifejlődik a világos mező mozgó sötét futóval fekete, de, de egész egyszerűen hogy akkor esetleg attól félt, hogy a B7 gyalog elgyengülhet. Ettől függetlenül én valószínűleg itt futó g 4 léptem volna is, és azt játszottam volna. Vagy a másik lehetőség, hogy bástya B8-al kimegyek abból a H1-A8 átlóból, és utána lépek ki a futóval, hogy semmilyen taktikai motivum ne fenyegessen. De valószínűleg ez lett volna a leglogikusabb lépés, hogy sötét is befejezze a fejlődést. Futó g 4 azért az nagyon erős, mert aztán D4-en izolált lehet létrehozni, ami nagyon komoly argumentum a végjátékban. igen, tehát valószínűleg futó G4-et kellett volna lépnie, amire valószínűleg Bástra c 1 lépett volna világos, és ott egy teljesen normális egészséges szerkezet alakul ki. Huszár c lépte fekete, egy picit én úgy gondolom, hogy pontatlan lépés, nem rossz lépés, de picit felesleges. Bástya C1 következett, ugye amire Huszár B5 jött, futó B2-re, ugye visszavitte a futót, nem adta, C üti D4-re, pedig Huszár üti D4, Huszár üti D4, ugye futó üti D4, mindent lecseréltek, futó üti D4, és vezérüti D4 jött. Itt azt kell látni, hogy ugye a G2 futó sokkal jobb, mint a C8, és ugye nem nagyon engedi fejleszteni ezt a futóját. Tehát vezércsere után a, a bástya, hogyha C7-re beható, befogyasztja tulajdonképpen sötétnek a vezérszárnyát. És egyértelműen jobban is áll. A vezérüti D4 következett, amire elüti D4 jött, ugye bástya D8-al próbált ugye Ellentámadást létrehozni fekete az izolált ellen. Bástya c 7 aktívan folytatta. Világos király f 8 al megvédte az E7 gyalogot, futújti B7-re, ugye lenyerte a gyalogot. Én itt mindenképp inkább, hát valószínűleg futújti B7 volt a, talán a legjobb lépés, de lehet, hogy Bástya B8 bármennyire ugyanúgy gyalogot veszít, de lehet, hogy az mégis aktívabb lett volna. Bástya B7, ugye Bástya D4-jel visszanyerte a gyalogot, és ugye Bástya E1 nagyon erős lépés volt, amire ugye most, hát ha Bástya E8-a megvédené a gyalogot, akkor az a gyalog maradna ott, ha meg E6-ot lépne feket, akkor pedig Bástya C1, Bástya C7-tel a hetedik sorra behatolnak a behatolnak. A is. és az gyakorlatilag szinte nyertállással egyenértékű. Úgyhogy Bástya D3-at lépett, e, sötét, amire Bástya üti E7, így is behatoltak ugye a Bástyák, Bástya F3 következett, és király G2-re feladta. Fekete mondván ugye, hogyha az F vonalon maradok, akkor leütöm az A7-et, is két gyalog előnnyel világos könnyedén megnyeri a partit, ami ugye a vezérszányon pluszban marad. Ha pedig a harmadik soron menne el a Bástya, akkor meg ugye a hetes soron F7-en, H7-en ott végigütne. Én azt hiszem ebben a partiban az mutatkozott meg, hogy Újhelyi Andris nagyon jól tudja értékelni a pozíciót, betonkemény pozíciójátékos, másrészt meg Szarvas Peti, aki jóval magasabb értékszámú, mint András, vagy 150-nel magasabb az értékszáma, mégis valahogy olyan nyugtalan lehetett a partiban, néhány pontatlant lépe, igazából szinte meg sem lehet mondani egyszerű sakkozóknak, hogy hol is rontotta vesztést az állását, de mégis valahogy egyszerűen összedőlt minden az állásában. Nem. Tehát ez, ez, volt csodálatos a partiban, hogy, hogy amíg nem kezdjük el mélyen elemezni, azt sem tudjuk megmondani, hogy miért vesztett sötét, de valahogy, valahogy néhány lépés tologatás után egyszerűen csak szétesett az állása, és a hetedik sorra behatoló világos bástyák lefagyasztották. Tehát, hogy a bástyák olyan figurák, amelyeknek tér kell, nyílt vonal, illetve sor, és most, ha megnézzük a sötét bástyákat, hát az ányolc bástya ott marad a, a helyén, az ányolc sötét bástya, óvja az A7 gyalogot, az F3 bástya annak sincs semmi különöse funkciója azon túl, hogy védi az F7 gyalogot, tehát az F vonalon kell maradni, a világos akadálytalanul felvonóhat űzheti azt a bástyát, és a két világos bástya pedig rettenetesen erős. Tehát nem is igazából a gyalog előnynek van jelentősége, hanem annak, hogy a sötét bástyák rendkívül rosszul állnak, nagyon-nagyon passzívak, a világos bástyák pedig nagyon nagy erőt fejtenek ki. Az idő miatt egy viszonylag gyors partit választottam. döntetlen lett, de maga egy nagyon érdekes vezérládozat miatt nagyon izgalmas és jó, partivá, jó parti lett ebből. Ugye ezt a rangadón játszotta a Nyíregyházi Sportcentrum és a Miskolci Kisbocsok rangadón történt ez a, ez a játszma. Orosz Robert volt fehérrel, és paplemente volt feketével. Huszár F3-mal kezdett a sportcentrum játékosa, d 5 folytatta a sötét, G3 a fejlődött, világos, Huszár F6 következett, a futó G2 jött, R6, elsáncolt, világos, futó E7, és ugye manapság nagyon sokan játszák ezt, hogy egy kicsit itt is, amiről már beszéltünk, tartózkodik világos, még nem árulja el a tervét. Ugye itt sok mindennel D4-gyel, D3-mal, C4-gyel lehet játszani. Ugye D3-mal folytatta világos, és ilyen kireindél támadás szerűen állt fel. Elsáncolt fekete, <kül> huszár BD2-vel folytatta világos, amire C5, következett ugye E4, ugye most átment egy, azt lehet mondani, hogy királyi támadás, ugye, ami, ami alapszint, tehát fordítottan egy királyi szerkezethez hasonlít ugye, világosan, de ugye Szicíliából és francia védelemből is kijöhet ez, a, ez, a, ez az állás. Huszár C6-tal folytatta fekete, Bástya e 1 -jel. jött világos, vezér C7-tel jött fekete, vezérel 2 folytatta világos, amire B5-tel, ugye vezérszányon elindult fekete, következett huszár F1, B4, ugye fekete b 4 el megindult, futó f 4 el megtámadta a vezért, vezért B6 következett, amire E5 érkezett, huszár D7-tel ugye megszerezte a centrumot, H4 következett, ugye itt azt kell látni, hogy fehér mindent feltesz ugye itt a támadás érdekében, fekete, ugye pedig vagy a vezérszányon, vagy pedig nagyon érdekes áldozattal, hogy a centrumra tereli a játékot. Bástya 8 következett, amire Huszár G5, egy jó lépés, és erre Huszár C üti E5 következett, ugye beáldozta átmeneti tisztáldozattal ezt a lovat, futó üti E5 következett, amire Huszár üti E5, vezér üti E5, és F6 érkezett ebben az állásban. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas állás, itt több lehetőség is meggondolandó, világossal. Fehér a biztonságra törekedett, és azt mondta, hogy inkább ne veszítsünk, de futőti D5 lett volna az egyik terv. És ugye, ha leütik a vezért, akkor futőti A8 után, ott bástya tiszt van a vezérér, és nagyon, nagyon jó pontok a huszárnak C4-en, de ezt nem akarta felvállalni, inkább vezérre ütötte le a gyalogot, ami nagyon érdekes és látványos lépés, de csak ugye döntetlenhez elegendő. De hát ugye végül is az ember életében ritkán fordul elő, hogy ilyen vezért áldozhat. Sajnos nyerésig nem tudta fokozni, világos. Ugye amit visszaütött, ugye őt futőt idéjött, és király h 8 után 20 F7-sak következett következhetett volna, holnap. de aztán itt megegyeztek döntetlenben. Király G8, Huszár g 20 Huszár f és akkor így döntetlenben állapodtak meg. Ugye F8-a nem mehetett a király, mert akkor Huszár üti H7 mattal e, érkezett volna az a Huszár, úgyhogy e, végül is érdekes, izgalmas e, állás. Úgyhogy e, egy szép végállással fejeztük be. Tegyük hozzá, hogy ez a rövid és tartalmas, döntetlen, két csapmester partiában született. Nagyon gazdag volt gondolati szinten ez a két parti. Nem is csoda, hiszen világossal a nyíregyházi sportszentúl Fidemestere játszott a már sokszor bemutatott orosz Robert, sötéttel pedig a miskolciak ifjúsági játékosa Pap Levente Fidemester, aki 17 éves kora ellenére igazán mesteri teljesítmény nyújtott. Teljesen korrekt volt ez a döntetlen ebben a partiban, kiátszott döntetlen volt. Más táblákon sikerült a Nyiregyháziaknak sikert aratniuk, sem Leventén, sem Roberten nem múlott a végeredmény. Tisztelt nézőink, sajnos elfogyott a műsoridő, el kell, hogy búcsúzzak önöktől. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.